Az egykori Mecsekérsz épületében fogadja az érdeklődőket a vállalkozói információs pont. A PIP Nonprofit Kft. Által létrehozott iroda ünnepélyes megnyitóján augusztus 5-én az önkormányzat, a Paksi Atomerőmű, a Paks 2 képviselői mellett részt vett Becskeházi Attila államtitkár, valamint Süli János tárca nélküli miniszter is. Ez kifejezetten a munkatartókkal, cégvezetőkkel, érdeklődőkkel való kapcsolattartásnak a pontja lenne. Amikor ezt az épületet valamikor megvettük, akkor azzal a céllal vettük meg, hogy jó helyen van központilag. A hatos útról, aki itt halad, be tud fordulni, ki tud fordulni. Van parkoló, és akkor minden olyan információnak a birtokába tud majd jutni, hogy interneten hol követheti, nyomon a kiírt pályázatokat, milyen munkák vannak függőben, mik a terveink, kihez tud fordulni, akár személyesen államtitkársághoz, PIP-hez, vagy a Paks 2 céghez. Tehát ezeket a hasznos információkat mindenkit meg fogja tudni kapni a kollégáinktól. A vállalkozói információs pont épülete nem csupán központi fekvése miatt figyelemfelkeltő. A homlokzat dicséri a kollégáknak a kreatív munkáját, hogy úgy alakították már, hogy tükrözi Paks 2 Genplánon lévő épületek helyét, és ugye azért a színválaszték az pedig olyan, hogy azért fölkeltse mindenkinek az érdeklődését. A PIP nem mehetett, a Paks 2 alapvetően kék és fehér irányába, hanem pont azért választottuk ezt a kicsit vadítóbb, érdeklődést fölkeltő portát, hogy mindenki, aki erre megy, meg tudja azért, tehát egy picit fölhívja magára az épület és a figyelmet. Süli János hangsúlyozta, a vállalkozói információs pont megnyitása is azt mutatja, hogy az atomerőművi beruházás egyre inkább abba a fázisba kerül, amelyben már nem csak az előkészítéssel kell foglalkozni, hisz a megvalósítás irányába haladnak. Az ünnepélyes megnyitón Gyöngyösi Csaba, a PIP Nonprofit Kft. Ügyvezetője is felszólalt. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik az információs központnál tartalom megalkotásában, illetve a központ fizikai létrehozásában részt vettek, mind a Paks 2, mind az államtitkárság részéről, és természetesen saját kollégáimnak is. És köszönöm szépen! A vállalkozói információs pontról bővebben is hallhatnak jövő heti Közélet közelről című magazinunkban.